2024. júliusától ezt a megszokott mozdulatot elfelejthetjük. Ugyanis az automata akkor fogja tudni beazonosítani a visszavitt hulladékot, ha sértetlen, mert nem csak a vonalkódot, hanem a termék formáját is azonosítja a gép. Szexárdon kérdeztük a témában a lakosok véleményét. Ezzel egy problémám van, hogy kicsi a visszaváltó kapacitása ezeknek az automatáknak, és valószínűleg sor fog kialakulni a visszaváltásnál. Valószínűleg egy víztisztító berendezésre fogom otthon inkább megoldani, mint hogy sorba álljak azért, hogy az 50 forintot visszakapjam. Az egész országban valamivel több mint 2000 automatát helyeztek ki. Nincs erre szükségünk. Nem élünk ezzel a lehetőséggel. Semmi műanyag dobozos dolgot nem iszunk. Egy családban hetente akár 10-20 darab műanyag palack hulladék is termelődhet. Rengeteg műanyag palackot használunk, és helyeslem, hogyha vissza lehet váltani, és nem lesz ennyi szemét és hulladék. Csak biztatítom a hozzáértőket, hogy ezt fokozzák ezt a nyomást, hogy mindenki váltsa vissza. Legalább 1,5 milliárd PET palackot hoznak forgalomba évente Magyarországon, aminek 70%-át soha nem hasznosítják újra. Mi nem használunk. Tehát mi ezt megoldottuk, egy víz adagoló, vagy pívízes adagolónk van, meg van ilyen kézi víztisztítónk is. Tehát mi nem szeretjük, mi nem használunk. A palackonként 50 forintos visszaváltási díjat voucher formájában, ami levásárolható vagy készpénzre váltható, jótékonysági felajánlásra vagy egy applikációs regisztráció után bankszámlára történő utalással lehet visszakapni. Igen, vissza fogom váltani, de miért kellett? Hát régen, mikor gyerek voltam, akkor is visszaváltottuk. Miért kellett variálni ugye rajta? Akkor is vissza tudtuk vinni a boltba, most is vissza tudjuk majd vinni a boltba. Az EU előírása szerint 2029-ig a PET palackok 90%-át vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Jelenleg ezeknek a műanyag és üvegitalos palackoknak, valamint fémdobozoknak csak a töredékét hasznosítjuk újra, ami hatalmas terhelés a környezetnek.